Életünkben összesen egy percet töltünk el ébren úgy, hogy nem hozunk döntéseket. Döntünk kisebb dolgokban, például, hogy mit vegyünk ki a hűtőből reggel, vagy nagyobb dolgokban is, például a karrierünket illetően. Hogyan zajlanak bennünk a döntési folyamatok? Mindig mérlegeljük a rendelkezésre álló információkat, vagy van, ami torzítja a döntéseinket? Mik a leghatékonyabb és legsikeresebb döntéshozó praktikái? Ebben az epizódban ennek járok utána. Napi több mint 20 000 döntést hozunk meg, de az ezzel foglalkozó szakértőkön kívül nem nagyon tudjuk, hogy mi zajlik bennünk egy döntés meghozatalakor, és az sem igazán, hogy hogyan lehet jó döntést hozni. Azért, hogy kikeveredjünk ebből a labirintusból, mindenféle segítséghez folyamodunk. Édi, figyelj, a legfontosabb az, hogy hallgass a szívedre. De amit én a helyedben csinálnék, az az, hogy bemennék és nem mondanám neki a szemébe, amit gondolsz, hanem elsőre is mondod ezt a Sok mindenről beszéltünk már az újratervezőben. Volt szó munkahelyi stresszről, interjú folyamatokról, vállalkozásfejlesztésről, de van, ami mindegyikhez szükséges, és ezek a döntések. De mik is a döntések tulajdonképpen? A döntések próbálnak egyensúlyt találni a között, ami biztos, és a között, ami kockázatos. Abban a legtöbben egyetértenek, hogy a saját, előre meghatározott kritériumrendszered szerint kell az összes opciót értékelned. Na de arról, hogy hogyan szerzed meg az összes információt, vagy azt, hogy ez egyáltalán lehetséges-e, arról már nem szól a fáma. Gyermekként meggyőződésre állítjuk, hogy mik szeretnénk lenni, de ahogy telnek múlnak az évek, egyre kevésbé vagyunk magabiztosak. Sőt, mintha a szóhasználatunk is megváltozna. Talán sikerül, esetleg bejutok. Még az is előfordulhat, hogy... Ami tulajdonképpen történik, az, hogy van egy meggyőződésünk a fejünkben, ami az idő múlásával kétségekkel íródik felül. Na de miért döntök úgy, ahogy döntök? Lehet, hogy van valami, ami torzítja a tisztánlátásomat? Szia, Judit! Szia, Judit! Segítesz nekem eldönteni ezeket a kérdéseket? Mert egyáltalán nem tudom, hogy mi a válasz. Beszéljünk róla. Ildi, te szoktál a szívedre hallgatni döntésekkor? Mások szívére szoktam hallgatni általában, kevéssé a sajátomra, hogyha igazán őszinte akarok lenni. Akkor a neked szóló válaszom az igen. Ha így tudományosan kérdezel, akkor azt mondanám, hogy attól függ. Van egy ilyen lassú és gyors gondolkodásunk. A gyors az első, az intuitív, egyből van egy érzésünk, és akkor úgy döntünk. Okay. És utána jön a lassú. Amikor már elkezdünk gondolkodni, analizálni a helyzetet, másokat is bevonni, végig gondolni, hogy hogyan is legyen ez. Az úgy hangzik, mint a kétkedés. Nagyon jó. A kétkedés nagyon jó. És ezért mondtam, hogy van, aki innen indul. Erre mondjuk azt, hogy ennél azért lehet jobb, tudatosabb, ha jobbat ilyen megengedő módon használom. Uh-huh. És akkor neki azt mondanám, hogy hát lépj tovább egy kicsit. Attól függ. Erre az a tudományos válaszom is. Jó, második. Egyedül kell döntenem. Igen vagy nem? Ez is nehéz. Ebben is utak vannak. A bevonás, az információ megosztása, az szerintem egy nagyon fontos vezetői döntéseknél is, aha, és egyéni döntéseknél is. Itt inkább az a kérdésem, hogy létezik-e olyan, hogy befolyásmentes egyedüli döntés. Mi a kurzusban a döntések hozatalt tanítjuk ilyen értelemben, próbáljuk ilyen fejlesztő módon támogatni, és én azt gondolom, hogy itt is utak vannak. Ha valaki kiskora óta nem dönthetett semmiről egyedül, a ruháját se egyedül választotta, őnek igenis az az útja, hogy egyedül próbáljon dönteni. De aki még sose kérdezett meg valóban, tehát úgy, hogy valóban hallgatott másokra, akkor ő meg igenis nyitson erre is. Aki döntéselmélettel foglalkozik, annak az élete nem lesz könnyebb, de lehet, hogy lesz egy minőségi ugrás. Tudok racionális lenni, ne erre próbálok törekedni, ez igen vagy nem? Erre tudok választ adni. Nem. Igenis racionális döntésekre törekszünk, de azért a tudományterületünk bebizonyította, hogy ez nem megy, nem fog menni. Nem tudjuk az információt, főleg most, ami van ezt a nagy gazdagságot feldolgozni, tehát kognitív korlátaink vannak, és annyira komplex a környezet, hogy ezt nem tudjuk megtenni. Ami izgalmas, hogy az információkat hogyan szűrjük, és hogy ebben cél a racionalitás, vagy éppen az a cél, hogy a szívünkre hallgassunk, az én világomban ugyanolyan legitim. Az első kérdésem az lenne, hogy hol válik el tulajdonképpen ez a karrierfejlesztés kulcsok világa, és
a rendes döntéselmélet, akadémiai döntéselmélet és döntéspszichológia. El is válik, meg nem is. Végzünk tudományos kísérletekkel, tehát, hogy megrendezett helyzetekben nézzük, hogy hogyan érvényesülnek bizonyos torzítások, ahogy ezt a terület hívja. De a coachok, a karriertanácsadók ezt az itt megszerzett tudást, jelenségeket a gyakorlatba viszik. Tehát, hogy én azt tartom ebben az elválasztásban így fontosnak, hogy ezek a területek között párbeszéd van. Van itt azért egy nagyon fontos elem, a döntéselméletnek a viselkedés tudomány, vagy magatartás tudomány egy fontos ága. A mi területünk ebben is nagyon hatékony, hogy igenis tudjuk alakítani a fogyasztói döntéseket, a választói döntéseket. A karrier döntéseket. A karrier döntéseket is különösen, tehát hogy tudjuk, vannak olyan eszközök, ha valaki ismeri ezeket a jelenségeket, akkor tud ezzel bánni. Én amit szeretek ebben hangsúlyozni, hogy ez felelősséggel is jár. Tehát az, hogy ismered, hogy hogyan hatsz másokra csak azzal, hogy milyen márkanevet, vagy mit teszel föl a kitűződre, milyen jelzéseket, milyen újságokat olvasol. Tehát ez befolyásolja a döntésedet. Hoznál nekem egy példát, ahol ha mondjuk én elmegyek egy bármilyen állási interjúra, nekem nem tűnik föl, de neked, mint szakembernek feltűnnek ezek a torzítások. Mik ezek egyáltalán? Van itt is egy nagyon erős, vagy lehet információs aszimetria, hogy aki téged fogad, az a HR vezető, ezek nagy részével tisztában van. Tehát ő ezt tudatosan alkalmazni is fogja. Okay. De most vegyük azt, hogy te mit tehetsz. Hatást szeretnél gyakorolni. Lehet ezzel játszani, hogy mi az, ami megragad, van ez a megragadás. Jelenség egy sárga nyakkendő például, vagy ha valami olyan ruhát, olyan hajviseletet viszel, hozol, ami egy kicsit így megragad benned, bennük, akkor már lesz egy olyan hatás, ami miatt emlékezni fognak rád. Ennek van egy ilyen neve is, hogy elsőbségi vagy utólagossági hatás. Általában az első jelöltre és az utolsó jelöltre jobban emlékeznek az interjúzók. Tehát, hogy van egy ilyen helyzet. Akkor mi az, ami még megragadhat, bocsánat? Megkérdezik tőled, hogy mennyiért dolgoznál a cégnél. Bár olyat is hallottam, hogy mennyi ideig dolgoznál ingyen, ezt is kérdezik most már kollégák. Erre is lehet igennel válaszolni, ha visszatérünk a hallgass a szívedre. Tehát olyan helyen, ahol azt érzed, hogy sokat tanulhatsz és megengedheted magadnak, elképzelhető, hogy ingyen is dolgoznál. Na, de nem ez a fő áram azért. Tehát, hogy mondasz egy összeget. Ez egy referenciapont lesz. Ugye te aspirációs szintedet valahogy meghatározod, hogy mennyiért szeretnél ott dolgozni. De hogy ez a referenciapont, ez egy horgonyként, horgonyhatásnak hívjuk, ez fog funkcionálni. Tehát a téged hallgató HR-es is el tudja helyezni, hogy igen, neked akkor ennél több is elég. Erre saját... értékelem magamat, úgymond ez azt jelenti? Ez már róla szól, hogy ő ezt mondaná, nem gondolom. Tehát ez szerintem túl nagy ítélet, nem feltételezem ezt, hanem az, hogy te milyen háttérrel jössz. Lehet, hogy van egy másik munkahely, ahol ennyi pénzt kapnál, vagy mérlegeled, hogy itt milyen hozzáadott értéke van a munkának. Mégis, bármit is mondasz, az horgony lesz. Ha például a nyaralásról beszéltek előtte, vagy a befektetési lehetőségekről, ez is meghatározza azt, hogy te milyen gondolkodási keretből mondod például az adott összeget. Érted? Tehát, hogy nyaralni szeretnék menni, mondjuk talán New Yorkba, akkor jobb lenne, ha többet keresnék. Lehet, hogy az előzetesen kigondolt összeget még egy kicsit megemelett, hogy ez beleférjen. Ezek csak olyan hatások, amivel szintén tudják, mondanám így, hogy manipulálni, de valahogy így befolyásolni azt, hogy te milyen irányban gondolkodjál. Amikor a döntésekről van szó, akkor szerintem nálam a legegyértelműbb vallomás, hogy ez hihetetlen szorongást tud okozni. Úgy érzem, hogy amikor a karrier építésről van szó, akkor ez még inkább úgy tűnik, mint egy nagyon rossz tulajdonság, hogy hát ott aztán igazán határozottnak kéne lenni, és igazán jó kéne dönteni. De akkor ezek szerint ezt néha el lehet engedni, hogy... Igazából igen, el. Nem tudunk optimális döntést hozni. Nincs tökéletes informáltság. És az alternatívák is végtelenek, és ezeket sorba rendezni se tudjuk egyértelműen. És amilyen döntéseket hozunk, ezek kielégítő döntések. A karrierválasztásnál is. Nem mondhatjuk azt, hogy minden állás lehetőséget megnéztünk minden országban, hanem most ez egy kielégítő döntés.
És ez ilyen értelemben megengedő. Érzem, hogy van egy csomó befolyásoló tényező, vannak torzítások, és ugyanakkor hála neked most már ezt egy ilyen megengedő keretben értelmezem. Mik mondjuk azok a praktikák, amiket viszont érdemes ezen a megengedő kereten belül is alkalmazni? Szerintem a tudatosítás nagyon fontos. Nézed, hogy honnan vetted az információkat, a lehető legtöbb információt igyekszel összegyűjteni, bevonod a számodra fontos érintetteket, és a szakértőket is. Nem véletlenül itt az egyetemen is tanítjuk a döntéshozatalt, akár ilyen képességek fejlesztése módján is. Tehát, hogy ez tanulható, és a hibákból is lehet tanulni. A tudomány ad arra eszköztárat, hogy meg tudod mondani, hogy igen, itt, ahogy pipálgattuk, hogy itt is elrontottam, jaj, és itt is elrontottam, de nem baj, tanultam belőle, és holnap majd. Jobban fogom csinálni. Nagyon szépen köszönöm itt a segítségedet. Ti ki szoktatok megkérdezni, amikor döntések előtt álltok? Én egy csomó mindenkit meg szoktam kérdezni. Megkérdezem a barátaimat, megkérdezem a kollégáimat, a volt kollégáimat, megkérdezem a mentoraimat, a tanáraimat, a szüleimet, a macskámat, Istent, a pszichológusomat, a szívorvosomat, ő akkor is táncsodott, amikor nem kérdeztem. Yay! Megkérdezem a taxisofőrt is, a recepcióst a munkahelyen, random embereket az utcán, kisboltban a nénit, embereket a liftben, jó tanácsokban nem fukarkodik az internet sem. Az internet tele van karrier döntésekre vonatkozó tanácsokkal is. A szívedre hallgass, vagy pedig az eszedre. Rövid távú hatásra, vagy pedig hosszú távra tervezz. A következő nagy döntési helyzet, hogy mit válasszunk. Egy jó jövedelmező munkahelyet, vagy pedig valamit, amit igazán szeretünk csinálni, és az igazi szenvedélyünk. Danno, kínai-kanadai üzletember, aki már-már ilyen karrier guru státuszt vívott ki magának, meglehetősen szokatlan véleménye van erről a kérdésről. Ugyanis szerinte először mindenképpen egy jó jövedelmező munkát kell választanunk. Utána jön második lépésként az, hogy a megszerzett pénzt befektetjük önmagunkba, majd csak utána következik harmadik lépésként, hogy megtaláljuk a hivatásunkat. Nézzük a leggyakoribb problémákat. Először is túl sok a lehetőség, ez meggátol minket a cselekvésben. Utána jön az én kedvencem, a perfekcionizmus, mert mintha semmi nem lenne elég jó, és akkor még nem is beszéltük a stresszről, ami aztán teljesen leblokkol minket. A legjobb döntéshozók ezeket a problémákat a következőekkel írják fölül. Először is megvan a kialakult saját kritériumrendszerük. Utána nem csak önmagukat, hanem az érzelmeiket is képesek jól menedzselni. És a harmadik tipp pedig az, hogy nem csak a gondolatokban, hanem a megvalósításban is erősek. Ebben én különösen gyenge vagyok. A legtöbb döntés akkor elevenedik meg igazán, hogyha valakinek a történetén keresztül tanulhatunk belőle. Rengeteg szakirodalom, na meg egy csomó sikerfilm szól arról, hogy hogyan hoznak jó döntéseket a vezetők. Ennek tükrében kíváncsi voltam, hogy mit is csinálnak pontosan. Így jutottam a Fischer Andráshoz, aki az OTP innovációs laborjának a vezetője. Vajon az innovációs gondolkodásban rejlik a tudatos, módszeres döntéshozatal kulcsa? Mesélnél nekem egy kicsit a karrieredről, hogy mik voltak benne azok a kulcsdöntések, amik eljutottak téged oda, hogy most itt ülhetek veled szemben? Karrieremet tanácsadó cégeknél kezdtem, több cégnél is dolgoztam, mind idehaza, mind külföldön, mielőtt a mostani munkahelyemre az OTP-hez érkeztem. Lehet, hogy unorthodox, de egy rossz döntés, amit elmesélnék igazából. Jó pár évvel ezelőtt a karrieremnek egy korábbi szakaszában dolgoztam egy cégnél, és amikor váltottam, akkor egy olyan dilemma volt, hogy több lehetőség közül is választhattam, és sokat gondolkoztam, és végül egy olyan cég mellett döntöttem, amiről egyébként ismerőseimtől hallottam negatívumokat is, illetve óva intettek bizonyos aspektusoktól, de végül főleg a cég által kínált anyagiak miatt mellettük döntöttem, és ez utólag egy rossz döntésnek bizonyult, ugyanis kevesebb, mint egy év múlva el is jöttem ettől a cégtől. Minden ilyen történetben ugye az a érdekes, hogy mit tanultam ebből. Hát a következő ilyen karrier döntésnél átsúlyoztam magamban azokat a szempontokat, amik alapján döntöttem, és sokkal inkább előtérbe helyeztem ebben az esetben az anyagiakkal szemben azt, hogy milyen előremeneti lehetőség, vagy milyen fejlődési, tanulási lehetőség van egy adott pozíció kapcsán. Mondtad, hogy akkor már máshogy súlyoztad a dolgokat, de hogy akkor mit csinált, hogy volt egy kritériumrendszered, amihez így mérted, hogy akkor most mi legyen? Mert én ebben még nem jutottam előre, hogy a sajátomat kialakítsam. Igen, több szempontot mérlegelek, de szerintem mindenki így van vele, csak lehet, hogy valaki kicsit tudatosabban, akár papírra is veti ezeket, és van, aki meg nem feltétlenül tudatosítja, de biztos, hogy ugyanígy játszódik le mindenkiben.
És az a kérdés, hogy melyik szempont mekkora súllyal szerepel nálad. Szerintem kifejezetten karrier típusú kérdéseknél nagyon fontos a különböző idősíkokat mérlegelni. Kezdve a távlati célokkal. Nem mindegy, hogy valaki mondjuk eldöntötte, hogy ő egy nagy vállalatban valamilyen felső vezető szeretne x éves időtávon lenni, vagy mondjuk az neked a távlati célod, hogy egy vállalkozást szeretnél és egy céget szeretnél felépíteni. Mert ennek megfelelően tudod utána azt visszabontani közép, illetve rövid távú célokra, és ennek megfelelően tudsz utána jó döntéseket hozni. Mondok egy példát, ha mondjuk te nagyvállalati karrierbe gondolkozol hosszú távon, és mondjuk középtávra ezt úgy bontod magadnak vissza célnak, hogy mondjuk 3-4 éven belül azért szeretnél külföldön is munkatapasztalatot szerezni, akkor a rövid távú döntéseidben ez jó, hogyha tudatosítod, és ennek megfelelően ezt mondjuk, ha választanod kell a között, hogy mondjuk most egy béremelést kérjél rövid távon, fél éven belül, egy éven belül, vagy inkább azt kérd a cégtől, hogy befizessenek egy angol tanfolyamra, akkor lehet, hogy az utóbbi a bölcsebb döntés, hogyha szeretnél külföldre menni. Vagy ha most éppen állást váltasz, akkor nyilván jó, ha tudod azt, hogy nem egy magyar, csak magyarországi székhelyen rendelkező céghez menjél el, hogyha külföldre szeretnél jutni, akkor érdemes olyan céget választani, ahol ez adottság és egyébként része a kultúrának, a külföldi rotáció, vagy vannak külföldre irányuló lányvállalatok, kiutazási lehetőség és a többi. Mindig az ember olvas a szakirodalomban rengeteg case study-t, hogy akkor hogyan hoznak a vezetők jó döntéseket. És ami nekem nagyon ijesztőnek tűnt, hogy nem feltétlenül lehet még akár egy top vezető se az összes információ birtokában. Ez tényleg így van, hogy akár ki kell hagyni bizonyos dolgokat és úgy dönteni, vagy pedig vezetőként te mindenről mindent megtudsz? Ez egy ideális világ lenne, hogyha minden információ a birtokomban lenne. Szerintem nagyon kevesen élvezik azt a luxust, hogy a létező összes információnak időben birtokában vannak. Nem véletlenül nagyon gyakran találkozunk szerintem állásleírásokban azzal a kifejezéssel, hogy döntés előkészítés is az adott pozíciónak a része. Úgyhogy ez a döntés előkészítése sok esetben, hogy mit jelent, információgyűjtést, kutatást, bizonyos aspektusoknak vagy mérlegelési szempontoknak a végiggondolását és összegyűjtését, és ezt valamilyen emészhető formában az adott döntéshozónak történő tálalását. Szóval nem megkerül a kérdés, nagyon sokszor én is úgy hozok döntést, hogy nincs minden információ a birtokomban, és ez szerintem jól is van így, hiszen ennek van egy nyilván egy ilyen érdekes vagy egy ilyen kockázatvállalási faktor is ebben. Most ugye itt ülünk pont az OTP Labben, ami az innovációkról, a kutatásfejlesztésről, az új dolgoknak a kipróbálásáról szól. Tehát definícióból fakadóan nagyon sok olyan dolgot csinálunk, ahol mi sem látjuk még, hogy pontosan hogyan is fog az elsülni, mi lesz a végeredménye. És azt gondolom, hogy ez bizonyos keretek között, bizonyos menedzselt kockázatvállalás mellett, ez teljesen jó is, hogy így van. Néha ezt is érzem magamon, és nem is tudom, így a korosztályomon, hogy így most el kell dönteni, lépnem kell a karrierembe, mert akkor lemaradok, ha nem teszem meg rögtön. Igen, ezt én is érzékeltem, hogy a Z-generáció, akik sokszor gyakornoknak jelentkeznek hozzánk, sokszor nagyon-nagyon tudatosan építik a karrierjüket, és ugyanakkor mégis sokakon érzem, hogy van egy óriási feszültség bennük, pont ez a fajta FOMO, ez a Fear of Missing Out érzés. Igen, az én székemből talán könnyű azt mondani, de mindenkit bátorítok, hogy próbálj elengedni ezt a stresszt, mert így egy stressz, egy nyomott szituációból nehéz jó döntést hozni. Vannak-e esetleg neked olyan ilyen döntési tippjeid, amit mindenképpen szeretnél, hogy lehető legtöbben tudják? Szerintem érdemes bizonyos alapelveket saját magunknak lefektetni. Olyan alapelveket, amikhez utána tényleg konzekvensen ragaszkodunk. Ezzel egyrészt maguk azok a döntések, amiket hasonló szituációba később hozni fogunk, azok tendenciózusan ugyanazok, tehát konzekvens döntéseket tudunk majd hozni, sokkal gyorsabban fogunk tudni dönteni ezekben a kérdésekben, mert nem kell rajta már dilemmáznunk, hogy most A vagy B irányba menjünk, hiszen leütöttünk már egy cölöpöt magunknak, és harmad részben pedig ezekből nem kell, hogy túl sok legyen, és viszonylag egyszerűek legyenek. Tehát érdemes megnézni azt, hogy egy adott döntés esetében, hogyha szeretném azt, hogy mondjuk a szervezeten belül mozduljak valahova, akkor kik azok, akiket ez érinthet, és kik segíthetnek ebben az előremozdulásban.
érdemes megnéznem azt is, hogy mi az a kritériumrendszer, amit én felállítok, és ez egyszerű legyen viszonylag, tehát nem kell túl bonyolultnak lenni, és ahhoz viszont tartanom kell magamat. Szerintem elég jól összefoglaltad, igen. Hát mert jó dolgokat mondták, könnyű volt összefoglalni. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt az epizódot is. Csináltam nektek egy döntéshozási kisokost, megtaláljátok a leírásban. Sikeres karriertervezést kívánok nektek 2022-re is. Sziasztok!